Európai Uniós nyílt hirdetménnyel indult közbeszerzési eljárás 2023. októberében, amire több mint 20 érdeklődő volt. Mindezt a Nyíregyházi déli ipari park fejlesztése céljából földmunka végzésre, valamint út- és közműépítésre. A közel 200 jelentkező közül választották ki a legjobb ajánlatokat, a nyertes 3 cég képviselőjével pedig hétfőn alá is írta a szerződést a Vármegye Székhely önkormányzata. 9 milliárd körül összeg a földmunka, aminek a munkaterület átadása délután meg is történik, nagyon feszes határidők vannak. A nagy szerződés az több mint 22 milliárd, ugye mind a két szerződésben nyíregyházi építőipari cégek is jelen vannak, ez nagyon jó hír, és hát én azt gondolom, hogy egy év a határidő. A határidőket szigorúan kell tartani, hiszen vannak olyan betelepülő vállalkozások, amelyek már idén évvégén próbaüzemű tevékenységet végeznének az ipari parkban. Ehhez pedig az alapvető infrastruktúrának rendelkezésre kell állnia. Első ütem, ez nagyságrendileg mintegy 14 kilométer közútépítését jelenti, kapcsolódóan 31 néhány kilométer informatikai hálózatot, közvilágítást, 11 kilométernyi szennyvíz és ivóvíz vezeték kiépítését. Fontos, hogy ez a belső ipari parki hálózat esetében ez már a harmadik ütem víz, illetve szennyvíz igényének a kiszolgálására alkalmas dimenzióban történik ezeknek a vezetékeknek az elhelyezése. Emellett a kerékpárútak is létesülnek. Lakossági előnyökként mindenféleképpen meg kell emlékeznünk a Butyka településen a Nagykálai útnak a teljes felújítását tartalmazza ez a projekt. Úgyhogy ez lényegében az első ütem, amely a belső úthálózat, a belső hálózatok és kapcsolódó fejlesztés. Ilyen például a metró csomóponttól kezdődően ivóvíz és szennyvízvezeték építési munkálatok fognak megtörténni. A Nyíregyházi déli ipari park távlati fejlesztési tervei között szerepel a térképen lilával jelzett utak fejlesztése is.